Jó reggelt kívánok, 8 óra van ez a híradó az M1-en, vagyok. Magyar-osztrák-szerb migrációs csúcsot tartottak Budapesten. Orbán Viktor három pontos javaslatot tett a bevándorlás megfékezésére. A miniszterelnök azt mondta, délebre kell helyezni a migrációs védvonalat, hotspotokat kell kialakítani az unió határain kívül, akik pedig illegálisan érkeztek az unióba, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek ez a három ország nem egyszerűen csak a saját határait védi, persze én Magyarország nevében beszélek elsősorban, hanem egész Európát védjük. Magyarország teljesíti a Schengeni tagságból fakadó kötelezettségeket. De az lenne az érdekünk egész Európának is, és mindhármunknak, akik itt állunk, hogy ezt a védvonalat minél délebre toljuk. Ma az elsődleges védvonal a szerb-magyar határ, és mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez a védvodal délebre kerüljön. Az Európai Unió menekültügyi rendszere megbukott, jelentette ki a csúcs találkozó után az osztrák kancellár. Kárnéhámer hangsúlyozta, az Európai Bizottság feladata, hogy visszajuttatási egyezményeket kössön azokkal az országokkal, ahonnan az emberek jönnek. Az osztrák kancellár kiemelte, sürgősen el kell gondolkozni azon, hogy miként kell megváltoznia az európai menekültügyi rendszernek. Pontos, hogy a bizottság megtegye a szükséges lépéseket. Egy valós védelem szükséges a külső határokon. Ellenkező esetben ugyanis nem lenne lehetséges, hogy ilyen nagy számban lépjék át az emberek a külső határokat, hogy Ausztriába jussanak. A külső határokon gyors uniós eljárásokat kell lefolytatni a migránsokkal szemben, és visszajuttatni őket a küldő országokba. Szerbiában egyre nagyobb problémát jelent az illegális migránsok növekvő létszáma, erről már a szerb elnök beszélt. Alexander Vucic emlékeztetett, az Európai Unió január 1-től életbe lépő új vízumpolitikája miatt nehezebb lesz Szerbiából a nyugati országokba utazni, ezért az új helyzet kezelésére Magyarország, Ausztria és Szerbia közös akciótervet dolgoz ki. A szerb elnök hozzátette, néhány nap múlva Belgrádban dolgozzák ki a megállapodás részleteit. Belgrádban az emberek nem is tudják, hogy milyen komoly problémákkal szembesül a határőrségünk, de a magyar kanizsaiak és az északi határ mellett élő emberek nagyon is érzik ezt. Ezért igyekszünk ezzel a közös összefogással, közös munkával segíteni mindhárom ország illetékes rendészeti erőinek. Továbbra sem menyhül a migrációs nyomás itthon. Egy nap alatt ismét csak nem 1400 migránssal szemben kellett intézkedniük a rendőröknek és a katonáknak. Tegnap több alkalommal is közúti ellenőrzés során buktak le az embercsempészek. Teherautókban próbálták elrejteni a migránsokat. Nyolc embercsempészt is elfogtak, ellenük büntető eljárás indult. Megszavazta az orosz parlament alsóháza a négy megszállt ukrajnai megye Oroszországhoz csatolását. A felsőház ma tárgyal a javaslatról. Luhansk, Donetsk, Herszon és Zaporizsia megye elcsatolásáról múlt héten tartottak népszavazást a régióban, az eredményt viszont egyetlen ország sem ismeri el. Az elcsatolást közben heves harcok követik, az ukrán csapatok újabb településeket foglaltak vissza Herson megyében, és a állításuk szerint jelentős csapást mértek az orosz erőkre. Hét kérdést tartalmaz a hamarosan induló nemzeti konzultáció. Az egyik rész a gázszankciókra vonatkozik. Az Unióban Magyarország az első, ahol kikérik az emberek véleményét a brüsszeli szankciókról. A csütörtökön kezdődő uniós csúcson egyébként várhatóan újabb korlátozó intézkedések merülhetnek fel. Legalábbis az európai tanácselnöke erről írt a tagállamok vezetőinek postai úton levélben és online az interneten is ki lehet majd tölteni az újabb nemzeti konzultációs kérdőívet. Több millióan mondhatják el véleményüket ezúttal az uniós szankciókról. A nyomtatványak korábbiakhoz hasonló lesz, összesen hét kérdésre lehet majd válaszolni. Ezek kidolgozása még folyamatban van, de biztosan lesz köztük egy a gázszankciókra vonatkozó rész. Olajszankciók mellett a gázra is ki akarják terjeszteni a korlátozó intézkedéseket. Brüsszel azt ígérte, hogy az energia szektorra nem vet ki korlátozásokat, de ezt fokozatosan felülírta, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte, a szankcióknak súlyos következményei vannak az európai életre. Vállalkozások korlátozzák vagy állítják le a termelést, tovább emelkedik az infláció, és minden országban drágulnak a számlák. Vannak, akik szerint a szankciók működnek. Egyes brüsszeli vezetők azt is mondják, hogy szenvedni fogunk, de majd csak túléljük valahogy. Szerintünk viszont a szankciók tönkreteszik a gazdaságot, ezért mielőbbi irányváltásra van szükség. Ha sokan kiállunk ezen vélemény mellett, akkor el is tudjuk érni. Ezért is biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban. Az Európai Unió a háború kitörése óta hét szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben, eközben a gáz ára például a nyolcszorosára, az áramé pedig a háromszorosára nőtt az egy évvel korábbihoz képest. De úgy tűnik, hogy Brüsszel továbbra is kitart a szankciós politika mellett, legalábbis ez derül ki a csütörtökön kezdődő prágai Uniós csúcs meghívó leveléből, amelyet az Európai Tanács elnöke küldött a tagállami vezetőknek. Charles Michel azt írta, az EU tovább fogja erősíteni a korlátozó intézkedéseit Oroszországgal szemben. A szankciós politikát mindenkire ráerőltetik, de nincs közös. A szankciók miatt nehéz helyzetbe került vállalatoknak közös uniós segítségre van szüksége, mert különben megbomlik az európai egység. Erről beszélt Orbán Viktor a magyar-osztrák-szerb csúcs találkozó után. A miniszterelnök hangsúlyozta, hazánk gázellátása biztosított, köszönhetően Szerbiának. A két ország a legszorosabb energetikai együttműködésre törekszik. Az uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció hamarosan indul. A kérdőívek várhatóan heteken belül megérkeznek a magyar családokhoz. Bajba kerülhetnek a belga vállalkozók az elszabadult energiaárak miatt. Az egyik pékség tulajdonosa 20 év után kénytelen bezárni a üzletét, mert nem tudta kigazdálkodni a hatszoros ára nőtt villanyszámláját. Azt mondta, ha nyeresége szeretne maradni, 7000 forintért kellene adnia a kenyeret. Közben a belgák csak nem két kétharmada aggódik amiatt, hogy nem tudják kifizetni a számláit. Egy a napokban bezárt pékség előtt állnak az emberek a Belgium délnyugati határán fekvő Van Simon településen. A tulajdonos kénytelen volt bezárni üzletét, ugyanis a hatszorosára emelkedett villanyszámláját már csak úgy tudta volna igazdálkodni, ha 17 euróért, azaz több mint 7000 forintért ad egy kenyeret. Teljességgel lehetetlen kifizetni egy ekkora villany számlát, nem tudunk ennyit fizetni. Jó lenne, ha ugyanannyi szolidaritást tapasztalnánk a kormány részéről, mint amennyit a volt vevőinktől kapunk, mondta a pékség tulajdonosa. A kis település lakóit sokkolta az üzlet bezárása, ugyanis sokan húsz éve nap mint nap vásárolták meg a kenyerüket. Cunamiként sújtott le ránk a hír. Tudja, egy kis településen a pékség és a hentes üzlet a falu központja. Mondja egy lakos. Na, de... Vannak más üzletek is a falvakban, amelyeknek hasonló problémájuk lesz, mondta egy másik férfi. A szankciók következtében megugró energiárak miatt a belga lakosság is egyre elégedetlenebb. Néhány nappal ezelőtt több ezren tüntettek Brüsszelben, ahogy fogalmaztak, az elviselhetetlen megélhetési költségek miatt. A belga statisztikai hivatal adatai szerint az infláció augusztusban csak nem 10% volt, amely 1976 márciusa óta a legmagasabb szint. Az élet elviselhetetlenné vált, az emberek nem bírják tovább. Azt várjuk a kormánytól, hogy határozott lépéseket tegyen. Béremelésre van szükség, mondta akkor egy szakszervezeti vezető. Egy friss belga közvéleménykutatás szerint a lakosság 64%-a aggódik, amiatt, hogy nem fogja tudni kifizetni a villany és gázszámláit amely az elmúlt év alatt több mint kétszeresére nőtt. A megkérdezettek 80%-a azt mondta, hogy spórolnia kell az energiával és a vízzel. Észak-Korea ismét ballisztikus rakétát lőtt ki, amely Japán fölött haladt el, közölte a dél-koreai hadsereg vezérkara. A Japán Védelmi Minisztérium megerősítette a hírt. Állítások szerint fennyen közepes hatótávolságú rakétát tesztelhetett. A japán hat hatóságok szerint a rakéta a japán partoktól mintegy 3000 kilométerre hullhatott a csendes óceánba. Az incidens semmilyen kárt nem okozott. A japán kormányfő élesen bírálta Észak-Koreát a történtekért, és összehívta a japán nemzetbiztonsági tanácsot. 17 óta ez volt az első észak-koreai rakéta kísérlet, amely elhaladt Japán fölött. Legalább 15-en meghaltak és 20-an megsebesültek az ekvádori Latacunga városhoz közeli börtönben, miután zavargások törtek ki a rivális drogbandák között. Az elítéltek lőfegyverekkel és késekkel estek egymásnak. A rendőrség szerint a helyi és a nemzetközi kábítószerkereskedő bűnszervezetek közötti harc állhat az összetűzés hátterében. A hatóságok tovább kutatnak a holtestek után a börtön épületében. Több sérültet a helyi kórházba szállítottak. Ekvádor túlzsúfolt börtöneiben gyakoriak a zavargások. Az országban több mint 300 rabot öltek meg a büntetés végrehajtási szolgálat adatai alapján.